Hello nézők! A mostani videóban a Jaegerről lesz szó. Nem tudom nektek milyen élményeitek vannak ezzel. Én arra emlékszem, hogy kb. 7 vagy 8 évvel ezelőtt egy igen hideg januári estén egy közepesen fancy kocsmában voltam kollégákkal egy munkahelyi italozáson, és aznap éppen a Jaeger bomba volt akciós, és hát a szokásos körök mellett mindenkivel külön-külön meg kellett igyak egy ilyen bombát. Az egész vége az lett, hogy nagyon necces állapotban taxiba ültem, és hazafelé tartó kb. 15 perces úton éreztem, hogy nem tudom magamban tartani a dolgokat, és az állapot ellenére meglepően jó reflexekkel lekaptam a fejemről az usánka sapkát, és már elnézést a kifejezésre, de csordultig teleokáttam. A taxis először ugye megrémült, de mikor látta, hogy megmentettem a helyzetet, az útról le sem véve a szemét, csak annyit mondott, hogy uram, ez szép volt. Na ja, hát elég kínos, de ha már ez a téma, akkor miért is... Mi? Micsoda? Opa. Yeah, my son! Na ja, erről a Jaegerről akartam beszélni igazából, az előző sztorit meg, na mindegy is. A lényeg, hogy az úr 2003. évében a német Jaeger Development elkészítette a saját self-titled játékát, a Jaegert, ami ismeretes még Aerial Strike the Jaeger Missions néven is. Eredetileg ez egy Xbox exkluzív cím volt, amit később PC-re is átportoltak, ami a fejlesztő Jaegert illeti, ők arról nevezetesek még, hogy egyszerűen fogalmazva elkészítették a világ egyik legjobb TPS játékát 10 évvel később, de erről majd a következő részben lesz szó, nézzük meg a legelső játékukat részletesebben. A Jaeger futurisztikus történetének főszereplője egy bizonyos Magnus Tide, egy nagyon cool vadászpilóta, aki a Proteus nevű ultramodern vállalata alkalmazásában áll, viszont legutóbbi bevetésén valami nagy kakát csinált, ugyanis, nos nem tudom, mert a játék nem részletező, hogy mi történt, a lényeg, hogy oda lett a repülője, a pénze és a párkapcsolata is, ugyanis a barátos neje az itt látható Sara volt, aki szintén a Proteusnál dolgozik, és Tide bakja miatt bukta a kinevezését. Mindezek ellenére mégis sikerült szertenni a jelenleg legmodernebb vadászgépre, és szabadúszó zsoldosként kell megmásznunk vele a Proteus karrier létrát. Az elején kis tutorialt kapunk egy virtuális térben, ami korrekt módon elmagyarázza az irányítást. A Sagittarius nevű gép legnagyobb előnye, hogy repülőüzemmód mellett egyből át lehet váltani egy helyben lebegésre, így papíron villámgyorsan meg tudunk fordulni egy-egy üldözés során, és ez az átváltozás is baromi jól néz ki. Én mindig rettegek, amikor egy konzolos játékot PC-re átportolnak, főleg az irányítást illetően, de szerencsére ebben az esetben úgy unblock a repülőt irányítani nem túl nagy ördöngőség. Van belső nézet is akár, ahol még oldalra nézelődni is lehet, de ezen kívül tényleg hamar el lehet sajátítani akár ilyen bonyolultabb manővereket is. A levegő üzemmód ugyebár akkor jön jól leginkább, amikor gyorsan meg kellene fordulni, viszont ez gyakorlatban nagyon nem úgy működik, hogy ezt a fejlesztők elgondolták, ugyanis csak nagyon lomhán lehet megfordulni vele. Az egérérzékenység növelése sajnos ezen nem segít, az csak a célkereszt mozgási sebességét befolyásolja. Mindezek miatt érdemesebb megtanulni, hogyan kell inkább repülő üzemmódban élesen megfordulni. A pályákon felvehető lila boostot felvéve kapunk egy boostot, ami sokszor jól jön, viszont sohasem kötelező a pályák teljesítéséhez. Ugyanilyen módszerrel tudunk egyébként lőszert felvenni, de mielőtt rátérnék a fegyverekre, kénytelen vagyok méltatlankodni a grafika miatt, pontosabban a nagyobb felbontást illetően. A játék alapból 1280x1024-es, tehát egy 4:3-as felbontásig húzható. Az, hogy a videón is ezt látjátok, már nyilvánvalóvá tenni, hogy nincs lehetőség HD felbontásban játszani, ez viszont nem teljesen igaz. Egy config file-ban át lehet állítani a dolgot, viszont ez alapból így néz ki. Erre létezik egy FOV hack, ami nekem pár éve még működött is, ezúttal viszont mindig kivagyott tőle a játék. Ráadásul ez egy olyan megoldás, hogy minden boost vagy javítóállomás használata után újra be kellett lőni a hacket, szóval nem egy túl elegáns megoldás. Ennek hiány így néz ki a játék, és hát a videó is, sajnos ez van. Ráadásul, és ez is egy új dolog, a repülő hajtóműve elég sűrűn elcsúszott. Ez szintén javítóállomások vagy átvezetők után történt, nem tudom pontosan mi okozza, de elég ocsmány látvány sajnos.
Nézzük meg a fegyvereket, ugyanis azokkal kapcsolatos a játékmenet legsarkalatosabb pontja. Alapból van egy öröklőszerrel bíró lézerputyogtatónk, aminek van egy másodlagos chargeolható módja is. A második játékszer egy rakétavető, amivel követő rakétát lőhetünk a manuálisan kijelölt ellenfelekre. Harmadikként egy brutális tűzgyorsaságú gépágyú van, amivel lehet hátrafele is lőni, ami az egyetlen módja annak, hogy a minket követő rakétákat hatástalanítsuk. A játék későbbi szakaszában kapunk egy napalmvetőt, illetve meglehetősen unorthodox módon egy mesterlövész ágyút is, értitek, repülőn, amivel teljesen manuálisan kell célozni, de cserébe brutálisan erős. Ez utóbbit leszámítva minden fegyver elég nagylelkű aim assist-tal működik, ezt lehet csökkenteni vagy teljesen ki is kapcsolni a menüből, de ilyet ne tegyetek. Az esetek 99%-ában teljesen ellene vagyok mindenféle aim assist-nak, de ezúttal kivételt tettem. Ha már eleve egy ultramodern repülőnk van, akkor miért ne lenne benne ilyen szintű célzó segédrendszer? Na jó, eddig elég fura ez a bemutató szerintem. Az elején ocsmánykodok a részeges sztorival, nincs vállalható felbontás, aim assist használatára buzdítom a népet, de sajnos kénytelen vagyok még egy istenkáromlást elkövetni. Emberek, drága nézők, ezt a játékot trénerrel kell játszani. Igen, ugyanis cheat kódok hiány nincs más lehetőség végtelen lőszerhez jutni. De hadd magyarázkodjak picit, mint mondtam, az alap lézerfegyver öröklőszerrel bír. Ez azt jelenti, hogy maximum 100 lőszerig megtartja az alap tűzgyorsaságát, ezt lenullázva továbbra is a végtelenségig, de iszonyat lassan fog tüzelni. Amint abba adja a tüzelés, relatíve gyorsan visszatöltődik 100-ra a lőszer, viszont pár másodpercig tüzelés után megint csak nullán vagy és lassabb a tüzelés. Eredetileg én ezt az egy problémát szerettem volna megoldani. A helyzet ugyanis az, hogy el nem tudjátok képzelni, hogy ez mennyire megakasztja mindig az egyébként izgalmas légicsatákat. Pont jó helyzetbe kerülsz, lőhetnél, hopp, így csak lassan tudsz lőni 3 másodperc után, várni kell. Erre rájön az, hogy még normál fokozaton is, a játék első negyede után az ellenfelek többsége több mint jól bírja a lövéseket, az alap fegyverünk sebzése pedig a végtelen lőszerhez mérten gyenge. A gépágyú vagy a napalmvető persze jóval hatékonyabbak, de azokból is elég hamar elfogy a lőszer, úgyhogy folyamatosan kajtatni kell a pick-upok után a pályán. De ez már igazából luxus, én totál jól ellennék az alapfegyverrel is, de gyakorlatban ez a lőszer menedzselési módszer jóval zavaróbb, mint gondolnátok. Megpróbáltam először én megoldani cheat engine-nel, hogy kvázi ne fogjon a lőszer a putyogtatóba, de nem jártam sikerrel, úgyhogy maradt ez a tréner, ami viszont az összes fegyverhez örök lőszert ad. Ez már lehet, hogy csalásnak minősül, viszont mentségemre szóljon, hogy én ezt a játékot az évek során 3-szor végigjátszottam mindenféle tréner nélkül. Egyébként még tréner mellett is elegendő kihívás nyújt a játék, főleg az utolsó harmadában, de be kell valljam, hogy a lőszer miszéria nélkül a játékélmény klasszisokkal jobb, úgyhogy mindenkinek ajánlom ezt a módszert, higgyetek apátoknak! A különböző küldetések mind a helyszíneket, mind a feladatainkat tekintve meglehetősen változatosak. A történetet néha meglepően hosszú átvezetőkből tudjuk meg, ahol megismerik a szereplőket, ugyebár az elején Sarah eléggé ki van bukva ránk, de ami még kiborítóbb, hogy kb. Veterán szuperszár pilóta létünk ellenére muszáj végigmenjünk a Proteus kiképzésén. Itt van a Superman 64 féle repülját a karikákon, céltáblákra kell lőni, illetve egy gyakorló fegyverrel kell légicsatában elméletben szétlőni az oktatónkat. Hey, you're getting dangerous. Of course I'm dangerous. Az első 3 pály egyébként csak a kiképzésünkről szól, levezetésként egy magára hagyott eltévedt szállítóhajót kell leszedjünk. Na és ha ez a jelenet tetszik nektek, akkor jó hírem van, mert rengeteg ilyen lesz még a játék során. Hey everyone, freighter down. I repeat, the freighter is down. It's now sleeping with the fishes. Másik kitérünk a bázis megtámadó kalózok mórese tanítása. Ezek a csöves bánat kalózok a játék első szakaszának fő ellenfelei, szerencsére elég gyengék és könnyen elintézhető repülőik vannak, meg tankjaik, meg tengeralattjáróik, amelyek repülőgép hordozóként működnek. A negyedik küldetésben megismerkedünk a játék bevallottan legkirályabb helyszínével, a Free Trade Zone, azaz szabadkereskedelmi zónával. Gyakorlatilag ez az a hely, ahol a legfurább szabadúszók laknak, de végeredményben itt a legemberibbek is. A kalózok után kutakodva itt szerezhetjük meg a sniper ágyút, eljutunk a helyi kiskürtborozóba. Pista bácsi! Mi lenne, ha már nem inna semmit? Igyon egy gyenge fröccsöt. Na most megint megiszik egy ilyen rövidet, fejjel fog kimenni az ajtón. Én úgy belőlük bassza, mint egy vaddisznó. Aki nézi ezt a filmet, küldjön segítséget.
mert itt fogunk megtökleni mind a ketten. Sziasztok! És itt találkozunk egy újabb frakcióval, a DST-vel, akiket hívhatunk futurisztikus náciknak is. Günther van Berg, azaz a helyi Don Kartás lesz a játék fő-fő ellenfele, akinek mindkét, vagyis mind három hajója elég faszán néz ki, itt például külön vadászgépeket szállít magával. Black Widow fighters, attack! Go, freelancer, go! Az ötödik küldetés is tele van akcióval, itt egy igazi falusi redneck ikerpárnak segítünk kitakarítani egy kalóztábort, nem lehet nem szeretni ezeket a figurákat. Hey, it's time to kick some pirate ass! Oh boy, I love ass-kicking time! A pálya érdekessége még, hogy nos, nem tudom, hogy találkozhatok-e valaha olyan repülős játékkal, ahol lehetőség van kvázi lopakodni, mert a Jäger egy ilyen játék. Ezen a pályán elvileg lehetséges, hogy a tábor egy részét riadó nélkül ki lehessen írtani. Ez nekem sosem sikerül, de erre a lopakodós témára visszatérünk még. Következőként jön egy nem várt szakasz, ágyús lövölde. Itt elvileg csak le kell teszteni, hogy működik a cucc, de ez egy meglepően elnyújtott rész, ahol mindenféle konténereket, biliárdasztalokat, óriási tehénszobrot meg hasonlókat kell kilőni. Ezután jön az első igazi vérbeli Jäger pálya. Az elején ismét lehet lopakodni, itt rakétaállásokat kell megjelölni egy későbbi légicsapás számára. Ha itt idejekorán felfedeznek minket, az még nem baj, előbb-utóbb úgy is le kell lőni mindenkit. Na és ez, ahogy ez a hatalmas anyahajó monstrum lövi ki a rakétákat, ez nagyon brutál Red Alert feeling. A pálya további részében ezt a kalóztenger altjárót kell követni, meg aknákat szétlőni. És hát az egyik legjobb pályát követi a játék egyik legsiralmasabb és legnehezebb fejezete. Itt egy Bitterfeld nevű eléggé elhagyatott területen kell egy radioaktív jelet követnünk pár pályán keresztül. Rögtön az első küldetés itt brutális, minden tele van ilyen batár ágyukkal, ha ezekből az úgymond árkokból felrepülünk, szarrá fognak lőni, az árkokban pedig ezek a megkergült drónok vannak, amelyek gépágyúval vannak felszerelve és kurvára szét tudnak lőni minket. De végül az egész ágyús dolgot ki lehet bekkelni úgy, hogyha megtaláljuk és elpusztítjuk a generátort, ami működteti őket. A következő pályán a továbbhaladást még brutálisabb ágyuk akadályozzák, de a helyiekkel is felvetjük itt a kapcsolatot, akik futurisztikus oroszok, a két kollega Piotr és Boris. 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 Kanyitszkazal! Szóval ezek a srácok itt laknak a pusztában, a bázisukat meg kell védjük egy újabb lőtornyos rész keretén belül, csak itt napalmbetővel lőhetünk. Ezeket a droidokat egyébként hasonlóan öntudatra ébredt gyárak rakják össze mindenféle roncsból, egy ilyet is el kell intézzünk, illetve a játék első igazán kihívó csatája is itt lesz, egy repülő, amit csak hátulról lehet sebezni, amit már láthatunk ezerszer korábban, de itt a már említett lomafordulás miatt jóval idegesítőbb ez, mint kellene, de se baj, később meg kell ismételni ezt újra. A sima droidok is innentől olyan mennyiségben jelennek meg, hogy végtelen lőszer ide vagy oda, megfelelő manőverezés nélkül itt már elég könnyű meghalni. Viszont ha ez már megy, akkor tényleg igen látványos légicsaták kerekednek ki a dologból. Az alacsony életerőt amúgy már csak azért is érdemes elkerülni, mert ez a kibaszott pittyegés. Ilyenkor szerencsére a térképen is láthatjuk a javítóállomásokat, amelyeket bármennyiszer igénybe vehetünk. A helyekkel jobban lenni egyébként azért fontos, mert a végén egy óriási vonattal fognak minket segíteni, ami kvázi mozgó fedezéként szolgál majd a korábban látott óriási ágyuk ellen. Ez is egy elég látványos és ötletes küldetés szerintem. Ezután megtaláljuk a radioaktív jel forrását, ami egy hatalmas gólemszerű monstrum, ami védőpajzsokkal is rendelkezik, de elég egyértelmű, hogy hogyan kell kicsinálni. A következő küldetésekben ismét a kalózokat kell szétlövöldözni nem kevésbé látványos csaták során. A tudóst elrabló kalózvezető hajóját kell hatással állítani, majd a tudós kimenteni a vízből. Látszólag azért, hogy nem spórolt a hajzselével. Aztán protestáló civileket kell vízágyúval arrébb lökni az útból, ez egy olyan meh küldetés, nem különösebben izgalmas és, mint minden hasonló rész, pofátlanul hosszú ideig tart. A későbbiekben visszatérünk még a Free Trade zónába is, ahol a helyieket kell ismét kisegítenünk, például a kis elmert megmenteni egy csónakból, ahogy látom a srácnak a kalózokon felül is van elég problémája. Majd következik a végjáték, azaz a játék legjobb pár pályája, csak még előtte legyünk túl az abszolút mélyponton is.
Ez az a küldetés, ahol szinte kötelező vagyunk a lopakodásra. Olyannyira, hogy külön rejtekhelyek vannak a pályán, ezekben a kötfelhőkben láthatatlanok vagyunk. Ez a lopakodás egyébként fura, mert csak akkor bukunk le, hogyha adott magasságig felrepülünk, vagy ezek a járőrrepülők meglátnak. Ettől függetlenül kisebb hajókat vagy ágyúkat minden következmény nélkül lelőhetünk, nem lesz riadó a dologból. Mint a legtöbb ilyen játéknál, itt is van egyetlen egy járható útvonal, de végeredményben itt sem kötelező végig lopakodni. Mindössze két erőművet kell szétlőni, onnantól így is úgy is veszőfutás lesz a pálya végéig. Ezt a küldetést számtalanszor újra kellett próbáljam, de ezután, mint mondtam, tényleg egyre jobb pályák következnek. A németek börtönbe vetnek, de a kalózvezető segítségével egy lopott DST hajóval menekülünk, közben a többi rab menekülését segítjük a hajó ágyújával. Itt találkozunk másodszor az alien technológiával is, ami ellenünk fordítja az egyik lőtornyunkat. Aztán az egész hajót mi fogjuk irányítani, ez sajnos nem annyira fürge, mint a saját repülőnk, viszont a tűzereje kompenzál mindenért. Ugyanezt a hajót irányítva kell inkognitóban eljutni a titkos DST bázisra, ezt követnünk kell a kijelölt járőr útvonalat, különböző színkódos biztonsági szinteket megszerezni, és a dialógusok itt kifejezetten viccesek. Incoming bomber, move to standby position for gamma permission scan. Understood. Understood? Snap to it, pilot! The proper reply is jawohl, pilot! Oh, jawohl! Incoming ship, move to standby position for gamma permission scan. Jawohl! A legjobb az egészben, hogy ha le is bukunk, emberünknek csodával határos módon sikerül kimagyarázni az egészet, sőt, később a saját pilótájukat lövik le helyettünk. Zseniális. You dare warn me! Only an idiot or traitor would argue against security measures. Fire! Wow, these guys sure don't mess around. A bázisra érve visszaszerezzük a saját hajónkat végre, ez az átvezető jelenet is annyira bugyuta, hogy már szinte aranyos. Perhaps it's... Let's just say the tides turn. A felrobbanó bázisból való kiutás segíti az utolsó upgrade-ünk, ami nem más, mint egy kvázi bullet time. Szíveszte gyerek, vigyázni, az ajtók záródnak. A játék utolsó két pályája szerintem a katarzis, pörgős akció és sokszor trükköznünk is kell. Az itt már standardnek számító stuka hangon elzúgó DST gépek kellemes, de egyben baromi látványos kihívás nyújtanak. Günther hajója itt már fel van szerelve a hajókat lebénító technológiával, ami a vízen levegő jégtáblákat használja fel, úgyhogy ezeket kell a napalmmal szétlőni. Aztán jön a meglepetés, a hajó ketté válik, és csak nézzétek meg ezt, ez iszonyatosan jó, és higgyétek el, amikor azt mondom, hogy mindez az öröklőszer nélkül fele ennyire nem menne izgalmas. A finálé főellenfel ez a hatalmas alien torony, ami megbénítja az anyahajónkat is, aztán később DST repülők felett átveszi az irányítás és kamikaze módjára használja őket. Mindeközben az anyahajó hatással nyitja pár percre a torony pajzsát, ekkor kell szétlőni az ágyúkat, de ekkor megjelenik Günther, aki egy brutális vadászgéppel ered utánunk, 4-5 követő rakétát lő ki egyszerre, de végül egy kis bullet time mellett sikerült kicsinálni. Amúgy a bullet time-ot itt használtam másodjára, ez az a fajta bullet time, ami minket is belassít, úgyhogy kb. Értelmetlen, úgyhogy na jó, csak azért használtam itt is, mert azt hittem, hogy látványosabb lesz a dolog. Günther halála után az Übermacht második fele is látványosan elpusztul, mármint az Übermacht második fele is elpusztul. A végén a happy end annyi, hogy találunk pár űrutazásra is képes repülőt, a főnökünk happy, a tudós happy, a csaj happy, és én is happy vagyok, mert ez egy igen kellemes kis játék volt. A kreditlistát megszakító kis videók elég furák viszont, itt például a repülés közben kezdi el csikizni a fickót a csaj, nem veszélytelen ez, de a végén viszont... Magnus! Magnus, stop that! You know I can't bear it! Hey, I can do the other way if you prefer. Look, no problem. No! Magnus, stop that! Na jó, muszáj szót ejteni a játék elfojtott szexuális töltetéről. Magnus Tide egy igazi játékos, hatalmas karizmával és tipikusan olyan humorral, amit imádok. It's past the official criteria, all you have to do is turn her on. I never have trouble turning them on.
Right. You're approaching us from the south on the same bearing as a wing of DST ship. Can you take them from behind? My favorite position. On my way, Captain. A játékban több mint 20 küldetés van, amik meglehetősen korrekt játékidőt biztosítanak, de az igazán kemény arcok számára minden pálya tartogat extra kihívásokat. Ezeket persze a pálya első végigjátszás után láthatjuk kilistázva, ezek lehetnek olyan egyszerű feladatok, mint például fejezd be a küldetés 2 perc alatt, teljesen lehetséges itt, lőd ki a DST hajó összes ágyúját, élje túl mindkét menekülő hajó a dolgot. Vannak nem túl egyértelmű vagy rejtett challenge-ek is, például a lopakodós pályán szerez egy új hajtóművet a lezuhant kollégának, a vízágyús pályán olts el minden tüzet, de vannak kifejezetten a játékos segítő rejtett dolgok is, itt például a várat fel lehet robbantani, ami alatt egy mindent maxra töltő lőszer pickup található, a tenger alatt járót könnyen ki lehet iktatni, hogyha ezt a tartályt szétlövöd, vagy például itt van egy konkrét rejtett javítóállomás, pontosabban ha ide állsz a hajóval, akkor ez a robot téged is megjavít. Ezek nagyban megkönnyíthetik a másodszori végigjátszást, úgyhogy érdemes lehet ezeket felkutatni. Mindemellett a játékban van egy repülő lexikon, ahol minden játékban szereplőgépet megnézegethetünk, meg olvashatunk róluk. A gond csak az, hogy ezeket megszerezni igen macerás. Nem elég a bónusz feladatokat teljesíteni, minden pályának vannak adott statisztikái, amelyeknél adott szintet elérve kapunk egy csillagot, és ezek által nyithatunk meg újabb hajókat a lexikonban. Ezek olyanok, mint például érj el 60% feletti találati arányt, öld meg az ellenfelek X 100%-át, vagy az ace bónusz, ami azt jelenti, hogy repülőüzemmódban lőj le ellenfeleket. Viszont ezekért cserébe a repülők megtekintésén kívül semmi más nem kapunk, szóval én ezzel nem is vesződtem, egyszerűen nekem nem éri meg csak azért 4-5-ször újra próbálni egy pályát. Technikai oldalról a Jäger futtatása nem igényel túl sok mókolást, az 524-es verziószámig érdemes felpecselni, főleg hogyha a trénert is használni akarod, lehet próbálkozni persze az FOV hackkel is, de egy 60 FPS-es korlát mindenképp ajánlat, enélkül ugyanis a dialógusok vége rendszeresen lemarad. Mint mindig, mindent megtaláltok majd a Discord szerverünkön. Ami a grafikát illeti, a felbontásos mizériától elvonatkoztatva 2003-hoz képest egész pofásan néz ki a Jäger. A repülők és ellenfelek tisztességesen ki vannak dolgozva, a gépek és droidok jól elkülöníthetőek, hogy melyik csoporthoz tartoznak, egy némelyikük kifejezetten kreatívra sikeredett. A monumentális anyahajók, repülőerődök vagy akár a ruszkik lokomotívja brutális Red Alert feelinget adnak, de talán a legmeggyőzőbb az a titkos DST bázis, ami valóban óriási és látszólag zajlik az élet benne rendesen. Ez a legtöbb pályára is igaz amúgy, akár a Proteus szigetei felett vagy a Free Trade zónában vagyunk, mindenfelé kisebb gépek repkednek, érződik, hogy nem egy kihalt, élettelen, úgymond alibi helyszínen járunk, még a kietlen Bitterfeldi területek is tele vannak ellenfelekkel meg mindenféle épületekkel. A földön lévő bázisok, kikötők vagy sima házak persze jóval csúnyábbak a gépeknél, viszont ez ekkora pályáknál érthető is valamelyest, végtérés több időt fogunk a levegőben tölteni, mint sem ezeket vizsgálgatva. De maga a Time Model például szintén kiváló, főleg a vízfelületek vagy a különböző napszakok néznek ki pazarul, sokszor repkedünk majd naplementében, ami tényleg tetszetős. Az audio szekciót tekintve a zene korrekt, bár nem túl emlékezetes, és játék közben az akció és rengeteg szövegelés mellett nem nagyon figyeltem fel rá. Mert dialógusok bizony dögivel vannak, fősünk és az aktuális feletteseink között szinte állandó a beszélgetés, de persze fősünk magában is előszeretettel beszélget, meg válogatott kaki egysorosokat ereget az ellenséges pilótáknak, de még a pilóta nélküli drónok felé is. Német fejlesztés ellenére a szövegeket egy brit szinkron stúdióval mondatták fel, így a DST frakciót és azt a három orosz fickót leszámítva mindenkinek elég erős angol vagy épp jamaikai akcentusa van, de a szinkronok összességében jók, a szövegek jól meg vannak írva, bár meglehetősen családbarátra sikerült mindegyik. Vérbeli káromkodást nem igazán fogunk hallani, inkább csak olyanok fognak repkedni, mint a betyárját, milyen otromba fráter. Meg persze mi is repkedünk, és mint repülős játék természetesen az irányításon áll vagy bukik a játék élvezhetősége. Nem akarok hazudni, a legelső végigjátszás során nem voltam ilyen ügyes a manőverezés terén. Kell egy kis idő, mire minden kis trükkre rájössz, de onnantól egyszerre lesz könnyebb és látványosabb minden ütközet. Az egyetlen sarkos dolog a már említett lőszermizéria, pontosabban csak az alapfegyverünk szempontjából. Tudom, nem szép dolog a tréner, de tényleg őszintén mondom, hogy így a játék jóval élvezhetőbb volt, majdhogy nem összehasonlíthatatlan élmény trénerrel, mint anélkül. Kihívás továbbra is van a játékban, főleg nehezebb fokozaton, így igazából nem válik sétagaloppá a dolog, csak emiatt merem ajánlani mindenkinek, hogyha más nem, a második végigjátszáshoz ezt a trénert. Összességében a Jäger egy meglepően kellemes és hangulatos árkád repülős lövölde, kellőképp hosszú és relatíve változatos is,
Habár van egy-két laposabb lőtornyos rész, látszik, hogy megpróbálták a lehető legtöbbet kihozni a témából. A sztori is korrekt amúgy, és egy újbóli végjátszásra is lehet, hogy ráveszi magát az egyszeri játékos, de maximum az extra kihívások miatt. A repülőgép lexikonban megnyitható modellek miatt biztos nem fog senki mindenféle százalékos értékekkel hadakozni, legalábbis én ezzel biztos nem foglalkoztam. Az elmúlt évek során időről időre elővettem a Jaegert, mert van benne valami sárm, de mindemellé tisztességesen össze is van rakva. Egyedül a felbontásért kár, de lehet, hogy később majd kijön hozzá egy elegánsabb fix, vagy egy remake, remaster, de ennek ellenére én azt mondom, hogy ha szereted az e-fajta arcade lövöldéket, próbáld ki, mert egy végijátszást mindenképp megér. Captain Mullet speaking from the Cathargo. We will attempt to break through. Blue Wings, give covering fire! Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok! Fire!